Magyarország bővelkedik természeti szépségekben, amelyek túraútvonalakon jól megközelíthetők. Turay Zoltán volt kollégánk, imád túrázni, kedvenc időtöltése ez, és ilyenkor számos eldugott helyet bejár, amit más nem is igen látott még, vagy felfedez olyan kincseket, mint például egy apátságot is. Úgyhogy most meghívtuk a stúdiónkban, hogy erről beszéljen, úgyhogy sok szeretettel köszöntünk itt Zoli téged újra. Szervusztok, jó estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőket. Melyik volt a legutóbbi túrád? Hát a legutóbbi túrám az a Medves vidékén vezetett végig, azaz Salgótarján, Ózd, és majdnem elértem Diósgyőrig, ezt nevezik Kohászok útjának, vagy Kohász útnak. Ez is egy kék út, ugye Magyarországon létezik egy kék kör, az, ami végigvezet körbe több mint 2500 kilométer, ez a fő kék útvonal, benne van országos kék túra, Dél-Dunántúli kék túra, meg alföldi kék túra, ez az, amit Rockenbauer Pálék még annó régen, másfél millió, meg annak a folytatásaiban végigjárták, de ezen kívül léteznek úgynevezett regionális kék kiemelt túraútvonalak. Itt a környékünkön van több is, van a Bükki kék, meg van ez a Kohászok útja, ami egy picit érinti Heves megyét is, ott a felső részén, Istenmezeje környékén, de egyébként a régi kohászati központokat, tehát Salgótarjánt, Ózdot, illetve Miskolc-Diósgyőrt köti össze, és olyan tájegységeket, vagy olyan területeket érint, ahová egyébként nagyon ritkán mennek el az emberek. Hát most meg már azért is, mert ahogy itt az elején mondtam, ez a egy része a Medves vidék, de úgy is mondhatnám, hogy most már Medvés vidék, hiszen Szlovákiából, ahogy a hírek is mondják, egyre több medvét jelentenek, amelyek átjönnek ide Magyarországra. Tehát ez az ő területük is, nem csak az emberi, és itt van Magyarország legnagyobb egybefüggő erdőterülete, az pont Istenmezeje, Heves megyei Istenmezeje, és a borsodi járdáházak között terül el. És ugye többnyire egyedül túrázol, nem szoktál félni? Nem, soha. Egyrészt ilyenkor lehet az embernek a gondolataival úgy ellenni önmagával, és hiába van egyedül, látszólag egyedül az ember az erdőben, azért mégis egyrészt találkozik túratársakkal, másrészt ha megszáll valahol egy nap végén, akkor új ismerettségek, új hely. Tehát lehet, hogy úgy tűnik, mintha egyedül lenne az ember, de nem. Meg persze, amikor van rá mód, akkor szívesen megyek másokkal is, tehát túrát is vezetek akár másoknak is. De életedben mikor jelent meg a túrázás? Hát így próbáltam ezen gondolkozni. Ami úgy megmaradt nagyon bennem, az egy általános iskolai, talán még alsó tagozatos túrázás, és akkor a testnevelés tanárunkkal felmentünk az Egedre. Az meg itt van közel. Csak ha visszaemlékszem, mennyire, pont egyébként itt a képek között, ott a medvejelzés lehet látni a kék alatt, ott lehetett látni, csak visszaugrok. Szóval, hogy akkoriban milyen nagy dolognak tűnt, hogy felmegy az ember az Egedre, meg onnan le, mennyire fárasztó volt, pont elkapott az eső, arra is emlékszem rá. Most is kaptam egy csúnya esőt a mostani túrán, de ez már azért jóval extrémebb volt. Szóval nekem olyan 10 éves korom idején kapott el, azt mondom, ez az egész. Mi az, ami egy túrázó felszereléséhez hozzátartozik? Hát attól függően, hogy igen, ott már Angi csörgeti mindjárt, ez a speciális. Ja, van, aki elveszti egyébként közben a talpát is. Nekem is volt ilyen, hogy a cipőtalpam elveszett. Tehát pont ezért, például, ha hosszú távú túrára megy az ember, akkor nem egy cipővel megy, hanem van valamiféle váltócipő is, mert ezt én is végigjártam. Bocsáss meg, hogy félbeszakítalak. Igen? Te mit értesz hosszú túra alatt? Néha a gyerekeimet kicsalogatni, hogy igen, környéken sétáljunk, és is túl hosszúnak minősül. Nekem ezek a hosszú távú túrák, azok már ilyen 100-200 kilométer egybe. Tehát úgy, hogy nap-nap után megy az ember, és akkor ennyit letol valamelyik ország részben itt Magyarországon. Mindenképpen védekezni kell az eső ellen. Amikor a cipőt visz az ember, akkor olyanra kell gondolni, hogy egy jó vízálló, ez aztán egy könnyebb,
papucsot is mindenképp kell vinni, lábápolás nagyon fontos, hiszen ilyenkor nyáron, hogyha az ember megy, akkor hát igencsak megizzad, ott például egy váltó zoknit tartok a számban éppen. Aztán ez a jó ausztrál kriket kalap, mivel nagyon süt a nap, manapság így nyáron, ha az ember megy, érdemes nem egy egyszerű siltes sapkával, hanem olyan nagy kalappal lényegében elindulni, ami a tarkót is védi, mert ha nem, akkor innen lehet többek között napszúrást kapni, hogyha hátul jól megsüti az ember. Pólók, sok zokni, nagyon sok víz, illetve úgy be és összeállítani az útvonalat, hogy legyen vízvételi lehetőség. Tehát tudni kell, hogy hol van olyan forrás, amit nyugodtan megélhet az ember. Ha sűrűbben lakott településeken, vagy sűrűbben lakott részeken megy át az ember, akkor mindig megvannak a megfelelő kocsma, illetve italbolt megállóhelyek, de ezt nem úgy kell érteni, hogy oda megy az ember. Vízvételi lehetőség. Víz és folyadékvételi lehetőség, így van. A folyadékba aztán minden belefér, mert bizony nagyon sok ásványi anyagot veszt izzadás közben az ember, úgyhogy azt pótolni kell, a sót is, meg egyebeket is. Kimondom, szerintem erre a legjobb dolog a sör. Hideg sör nyáron. De picit az ember pihen közben, beszélget, megkérdezi, hogy kik vannak kint az úton. Igen, ezeken a helyeken el is mondják. Vagy akkor elterjed az embernek a híre, hogy ez a kriket kalapos úriember már nem tudom én hány napja megy ezen a kéken. Nekem is volt olyan, hogy éppen Sáta felé mentem, és ott a régi Eger-Putnok vasútvonal sorompójánál az a felső rész, az a sátai rész most már nem működik, csak Szilvásváradig. Szóval ott éppen mentem lefelé, és megállt mellettem egy autó, és akkor tudta, messziről kiszúrtalak. Előttem néhány, két nappal találkoztam az úriemberrel, beszélgettünk egy jót, és akkor azt mondta, hogy na, ha beér Sátára, és utána mész tovább, majd ott a sarki közértnél álljál meg, majd ott lesz neked valami félretéve. Aztán beértem Sátára, erről is lesz majd egy kép, majd hogyha itt a kolléga ezt mutatja, ott majd meg is állunk, mert arról beszélek. És mikor itt ez a sátai sorompó egyébként, pont most lehet látni. Szóval amikor megérkeztem, itt van. Ez az ikonikus fotó, aki a Kohász úton megy, mindig megcsinálja mindenki, ugyanis ennek a kép aláírása az, hogy Sátán vagyok. Ennek van egy eredeti története, a Csokvaományi plébános írta ki a templom kis üzenő fal részére, hogy a mai mise elmarad, Sátán vagyok. Tehát ez volt az alap, innen indult, és a túrázók, a Kohász úton menők is megcsinálják. Megállítanak emléket ezekkel a többek között. Szóval visszatérve, és akkor megálltam az első pecsételőhelyemben, Sátán, a kis füzetemben. De pecséteket látunk ott mellettem. Igen, itt vannak. Ezek legyen pecsételő füzet, Kohászok útja, túramozgalom igazoló füzete, mindjárt itt mutatja is a kolléga, és hogyha ebben az ember, hogy itt lehet látni a pecséteket, megfelelő helyen a megfelelő pecsétet beüti, ezzel lehet igazolni, ezért jár jelvény, oklevél, egyebek, de hát... És minden túraútvonalnak van külön egy ilyen füzetecskéje? Nem, csak a nagyobbaknak. De, de soknak van, és vannak például magyarországi túraútvonal mozgalom, amit a gyerekeknek kitaláltak, ez a Kajla útlevél is. És az ország bizonyos pontjain kell pecsételni a Kajla pecséttel. Ez meg a felnőtt verziója, amikor különböző túramozgalmak teljesítését különböző pecsétekkel lehet igazolni. Szóval vissza Sátára, bemegyek, pecsételek, és akkor mondják, hogy maga ez a kriket kalapos jó, következő bolt fönt, már várják, van valami csomagja van. Felmegyek, bemegyek, jelszó, mondom az úriember nevét, igen, de látom, úgyis felismertem a kalapjáról, itt van löncshús, 40 deka, jó étvágyat. És mikor megérkeztem Upponyba, bezárt minden bolt, már ez szombaton volt, úgyhogy nagyon jól jött, hogy gondoltak rám az emberek. Én magamnak még vettem előtte néhány kiflit, paradicsomot, és jó ízűen megettem a Lázbérci víztározónál ezt.
Én emlékszem, hogy mondtad azt is, hogy ilyen nemzetközi kapcsolataid is voltak, hogy ott megismerkedtél az erdőben valakivel, és akkor ő küldött neked valamilyen... Igen. Olyan is volt, az a országos kék túrám volt, az még korábban, amikor a kék túrát csináltam, hogy egy német túrázóval találkoztam a kék túrán, méghozzá Dorog környékén, és akkor éppen pihenőben voltam, lábápolás, kicsi pihentetés a lábnak, és ő is csatlakozott hozzám, és beszédben regyedtünk angolul. Én nekem német, tudok németül, de annyira nem, de inkább angolul, ő is tudott angolul. Elbeszélgettünk, és akkor utána még két napig együtt mentünk, én mutattam neki érdekességeket, és egy német nyugdíjassal mentem így végig. És közben ő meg tanulgatott magyarul. Tehát akkor a nyelvtanulásra is jó a túrázás. Igen, meg kapcsolatok kiépítése. Ez erről szól. Kezdő túrázóknak mit ajánlanál itt Eger környékén? Hol érdemes elkezdeniük, belekóstolniuk, ami azért garantált siker vagy élmény lesz számukra? Szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen lényegében kilépünk az ajtón, és itt van a Bükk vagy a Bükkalja, itt van az Eged, ez egy annyira jó terep, vagy elmegy az ember Noszfajra, nagyon jó tanösvényeket alakítottunk ki, többek között ebben is benne voltam, forrásokkal, szép kilátóhelyekkel. Tehát itt a környéken, ha az ember Felsőtárkányba, mondjuk Noszfajba, vagy innen Egerből elindul, ez nagyon jó gyakorló terep. Van szint is, a turista jelzéseket lehet nézegetni, lehet értelmezni, mert ez fontos. Vagy, ha mobiltelefonnal megy az ember, és a GPS alapú tájékozódást akarja gyakorolni, arra is jó. Tehát ez a terep, ez a környék, ez nagyon jó, erre én ezt ajánlanám. És ugye mondják azt, hogy zajosan kell közlekedni az erdőben, régen csendbe kellett, most pedig zajt kelten, és erre jó ez a... Igen, medve. A mi vidékünk most már egyre inkább medvés, emlékeznek rá, kedves nézők. Egy évvel ezelőtt Szalókon rögzítettük a medvenyomokat, a Szalóki tó közelében. Van medve, kész. Tehát ez tény, meg vannak medvék, legutóbb talán is a Szeg környékén fotózták a búzatáblába. Tehát ez a rész, az északi középhegység, az közvetlen kapcsolatban áll a szlovákiai résszel, ahol nagyon sok medve van. Természetes, hogy a fiatalabb példányok átjönnek erre, körülnéznek, erre van hely, ilyenkor felbukkanhatnak, és erre szokták azt mondani, hogy ha valaki nyáron túrázik ezeken a vidékeken, akkor nem most kell a indián lopakodást gyakorolni az erdőben, hanem egyrészt jó, ha többen vannak, ha nincsenek, akkor viszont mindenképp, amit itt a kezetekben is mutattatok, ilyen medvecsengőt alkalmazni. Igen, ott van. Jó hangja van. Miközben felteszi az ember a hátizsákra, és megy, a közben ez csörög. A lényeg az, hogy a vadállatot nem szabad meglepni, mert ha meglepődik, egy medve csúnya dolgokat tud csinálni, az ember a medvéhez képest annyira nem, úgyhogy inkább ne adjunk esélyt a medvének, hogy meglepődjön, és mi kerüljünk közel hozzá. Ő, hogyha hallja ezt a folyamatos csörgést, meg akkor felfigyel rá, még lehet, hogy ha úgy fúj a szél, akkor az embernek a szagát is érzi. Úgyhogy ő ilyenkor elmegy. Akkor az nem étvágyat gerjeszt benne? Nem. Tehát ez nem az, hogy csengetett, milord. Ebéd. Nem. Ez nem az a verzió. Számoltad-e már esetleg, csináltál-e egy fejszámítást arról, hogy hány kilométer tartom? Lehet a lábadba? Igen. Hát most így erre az évre, igen, csináltam egy Excel táblát. Most ebben az évben csak a túrázás szempontjából 650 kilométernél tartok jelenleg. És ezt az elején az bele kell venni, hogy ugye pandémiás időszak volt, nem lehetett annyira menni, akkor viszont amikor volt ilyen kis idő, szelet, akkor azt is kihasználtuk, nem csak én, másokkal együtt, és túráztunk. Úgyhogy így fél év alatt lényegében, és úgy, hogy csak hétvégén lehetett, és az sem mindig, 650 kilométer ebben az évben. De mivel a kék túrát is megcsináltam, az 1200 kilométer, akkor több mint 300-nek van a Dél-Dunántúliból is. Hát úgy évente jócskán 1000 kilométer fölött van nekem a túra kilométer.
ami így lábba benne van. Mit tervezel még az évre? Hová mész? Hát most úgy elkapott egy szuper cella Ózd és Somsály között, hogy a következő napon pihennem kellett, mert eláztam teljesen. Úgyhogy hiányzik egy szakasz a Kohászok útjából, azt most hétvégén be akarom pótolni. Illetve hát még folytatás benne van a Dél-Dunántúli kék túra, hiszen ott a több mint a fele megvan, azt tavaly csináltam, majd ahogy adja még ezt szeretném. Illetve itt a Bükkbe Mátrában nagyon sok lehetőség van, és én meg szeretem azt, hogyha itt a környéket, ahol élek, azt jobban ismerem. És akkor lehet hozzá jelentkezni is? Mert akár, igen. Vannak különböző erősségi túrák. Például ez a Kohász, ez egy Magyarország egyik legkeményebb, pláne nyáron túrája. Mivel nem sokan járják, ezért nincs annyira kijárva, meg nem olyan egyszerű közlekedni az erdei utakon. Van úgy, hogy fotók között volt olyan, hogy beválogattam egy olyan képet, hogy úgy nézett ki, mintha egy manapság divatos erdei mélegelőt mutatna, pedig ott van az út benne. Úgyhogy van úgy, hogy mellég vagy gyomorig élő gazban kell menni. De ennek ez is a szépsége többek között. Mik a kedvenc túráid? Mit szeret? Szereted a kihívásokat? Vagy hogyha közben van valami váratlan fordulat? Igen, hát például ilyen az eső, amikor elkap egy vihar, mondjuk az erdő közepén is nincs hova menekülni. Menni kell. És elcsúszol, fel kell állni, még mennyi kilométer van hátra a következő esőbeállóig, vagy településig menni kell. Mondjuk nyáron jó, mert fél óra alatt elmegy egy ilyen vihar, aztán utána lehet szárítkozni. Erős lábak, jó cipők, megfelelő felszerelés kell mindehez. Így van, és bízni önmagadban. Köszönjük szépen, hogy megosztottad az élményeidet velünk. Köszönjük, gyere máskor is. Jó.